Magyarországon az állam és az egyházak kapcsolata a rendszerváltással teljesen megváltozott. Az elmúlt 15 évben a legtöbb vitás kérdést kárpótlás, ingatlanok visszaadása, egyházi iskolák és szociális intézmények normatív finanszírozása, a személyi jövedelemadó 1%-a törvényekkel rendezték. Sőt, sokan ezt a folyamatot a rendszerváltás egyik sikertörténetének tartják. Mindezek ellenére még így is vannak vitás kérdések az állam és az egyházak felekezete képviselői között. Mai vendégünk Plath Híván nyugalmazott államtitkár, aki szerint az egyházak ügyeinek hazai rendezése nemzetközi szinten is példaértékű. Önt a rendszerváltás előtti utolsó kormány kultuszminisztere bízta meg az állam és az egyházak új típusú kapcsolatának kiépítésével. Valami olyasmit kellett folytatni, ami folytathatatlan. Bár ez még azért pártállami kormány volt. Aki azt a történelmi időszakot megérte, akkor a 80-as évek második felétől már tulajdonképpen az úgynevezett egypártrendszerű diktatúrának már egy egészen puha, majdnem azt mondom, hogy már igazán nem létező, pláne az utolsó években, variáció alakult ki. A német kormány időszakában egy olyan politikai akarat volt, hogy az alapvető emberi jogok garanciájával tudja bizonyítani, hogy egy jogállamiságra törekszik. Az a fajta reformer szárny, amelyik akkor éppen mondjuk a hatalmon volt, vagy a hatalom bizonyos részén jelentős szerepet játszott. És ennek majdnem azt mondom, hogy az első öt között kiemelten kezelték az lelkiismeret és vallásszabadság jogot, az egyesülési jogot, a sajtószabadságot, és mondhatnám néhány olyan alapvető emberi jogokat garantáló, ami bizonyítja országvilág előtt, hogy itt egy jogállamiságról kell, hogy legyen szó, bármilyen változásra is kerül sor, tehát meg kell alapozni az, hogy igen, egy olyan irányba kell menni, amelyik valóban tényleg európai módon tud akár integrálódni, vagy egyáltalán a nemzetközi kapcsolatait is végezni. Tehát akkor egyfelől egy ilyen jó tanuló kormány volt, amelyik még diktatórikus struktúrában, de már demokratizálódni akart, és mire lehetett még építeni a munkáját, visszanyúlt háború előtti konstrukciókhoz, vagy inkább nemzetközi példákat próbált követni? Tulajdonképpen az első időszakban az volt a fő feladat, és én mindezt megérezve is, meg tudva is ezeket a törekvéseket, hogy egy olyan konszolidált állapot, törvény alapjait és kapcsolatrendszerének a kiépítését kell megteremteni, amiben persze tudom hasznosítani az előző munkakörömből adódó, megint csak a lakosság érdekeit képviselő ágazati koordinációt. És most visszanyúlok a kérdésének az első részébe. Alapvetően a mi feladatunk, mint tanácsi főosztály az volt, hogy a helyi tanácsokat és a megyei tanácsokat a döntés előkészítés szakaszába véleményeikkel és javaslataikkal bekapcsoljuk a törvényalkotásba. És a végrehajtásokat is segítjük. Tulajdonképpen a mi feladatunk akkor ez volt. A minisztérium és a tanácsok, a miniszter és a tanácsok kapcsolata volt, és ott tulajdonképpen megérezték is az, hogy a decentralizált tanácsi rendszerben nem lehet központi irányítás diktatórikusan kimondani, hogy mit akar, a végrehajtókat nem vonja be annak a véleményezésébe, javaslataiba, mert abban a pillanatban megkeresi a kis utakat, vagy kis kapukat, és nem hajtja végre. Most ezt szerettem volna, és úgy érzem most már 15 év után, hogy ezt a fajta gondolatot
egy másik kapcsolatrendszerbe is átmenteni, amikor az állam és az egyházak, az önkormányzatok és az egyházak az emberért, a település fejlesztésért egyáltalán közösen megtalálják azt a, mondanám azt, hogy egy nyelven beszélést, amire hivatottak tulajdonképpen, hiszen az emberek bizalmából létező testületek és személyek és az emberek szolgálatára hivatott szervezetekről beszélek, amikor államegyház kapcsolatáról beszélek. Most ennek meg kellett teremteni valóban a jogi alapjait, ami tulajdonképpen megint csak egy történelmi pillanatban meg lehetett nagyon gyorsan, nagyon jól, mert visszaigazolt az élet, hogy jó alapokra helyezve úgy, hogy ha én a rendszerváltás utáni időszakot veszem, akkor ezeket a törvényeket ma, vagy az előző kormány időszakában nem alkották volna meg. Biztos vagyok benne. Az én tapasztalataim szerint. Miért? Mert annyi kritika éri mindegyiket, de végül is, mivel ezek kétharmados alkotmányerejű törvény, és hiszen az alkotmány 60. paragrafusa kimondja az alapelvet, majd erre épül ennek végrehajtására szintén egy alkotmányerejű törvény, ez az úgynevezett 90-es, 4-es törvény, ez olyan alapelveket mond ki, amit egyszerűen megkérdőjelezni lehet, de tulajdonképpen abban a pillanatban megint ugyanott vagyunk, hogy differenciálunk, pozitív vagy negatív értelemben diszkriminálnánk különböző hovatartozást kinyilvánító csoportokat, egyházakat, felekezeteket, vallási közösségekhez tartozó embereket. Ezért nagyon fontos volt, hogy ne az 1895-ös vallásszabadságról szóló törvényt vegyük alapul, megnéztük természetesen, hanem valami egészen újat, és mondjon le az állam az úgynevezett főkegyúri jogról, ne szóljon bele az egyházak belső életébe, még a személyek kiválasztásába és kinevezésébe, amit az egyház saját maga belső törvényeiből azt nevez ki, akit akar, hanem az egyénbe, az emberbe kell gondolkodni, hiszen a jogállamiság alapja, ahogy említettem ez, hogy az egyénnek a döntését tiszteletben tartó törvényt kell alkotni. Tehát amikor XY úgy dönt, hogy ő meg akarja élni mondjuk X egyházhoz kötődő, vagy múltját, vagy új egyházhoz kötődő, és ezt tiszteletben kell tartani. És ha úgy dönt, hogy abban a közösségben jól érzi magát, megtalálja valóban mindazokat a lelki gondozását, vagy egyéb társadalmi funkciót ellátó igényeit, akkor ezt tiszteletben kell tartani. Mi ezt úgy mondtuk, hogy meg kell teremteni a szektorsemlegesség gondolatát a jogban is, majd amikor a feladat megjelenik, akkor a finanszírozásban is. Most ezek az alapelvek vadonatújak Európában. Akkor nagyon érdekes volt, 89-ben olyan szerencsében volt részem, hogy mint egyházi kapcsolatok főosztályvezetője, hogy a szentszékkel kötött diplomáciai kapcsolatok, vagy a szentszékkel felújítandó diplomáciaknak, vagy újrafelvételére háromtagú delegációban én is részt vettem. Vittük magunkkal a 4-es törvény tervezetét olasz nyelven, ez 89 őszén, majd 89 decemberében Szentszéktől jött újra egy ugyanaz a küldöttség, tehát folytattuk tovább a kétoldalú tárgyalást. És tulajdonképpen egy fő kérdés volt az egész tárgyalás során, az, hogy és mi a garancia, hogy egy diktatúra, egy egypártrendszer ország parlamentje egy ilyen abszolút szabadságot biztosít egyházaknak, személyeknek, nem szól bele, semmiféle kritériumot nem tesz, hanem egyszerűen úgy kezeli, hogy a független bíróság dönthet arról, vagy bejegyezheti, még itt is finoman, bejegyezheti azon közösségeknek a jogi személyiségét, akik Magyarországon mondjuk 100 fő, de lehetne 1000, 10000, ez majd azt mondom, hogy a küszöbb szám lényegtelen ebben az esetben, ezt tiszteletbe tartja. És semmiféle, és csak annyit mond ki, hogy természetesen amennyiben ez rendszerellenes, vagy bármi, akkor rá is ugyanazok a törvények érvényesek, mint más jogi személyre. Most ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ez a jogi személyiség, az állami egyházügyi hivatal funkciója,
amiről természetesen bizonyos elemeiről meggyőződtem, mert az élet tehetetlenségéből adódóan éltek tovább azok a beidegződések, amikor egy-egy papi személy, vagy egy egyházhoz kötődő közösség akart élni, mint állampolgári jogával, akkor XY hivatal pénzintézet hozzánk fordult, hogy igazoljuk, hogy ez létezik, hogy tényleg jogos-e, jár neki, mondjuk bejegyezhető, nem tudom, mondjuk önálló folyószámlát nyithat, vagy a vámhivatalnál ő képviseli, amikor hoz be egy-két tárgyat, mert neki szükséges, vagy ki képviseli, mert ez azt jelentette, hogy egyetlen egy lépést nem léphettek az egyházak, csak egy, az állami egyházügyi hivatalon keresztül. Most ez egy akkora kontroll volt, ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen bezárták, és a levegővételt is leszabályozták. Azzal, hogy minden csak rajtuk keresztül. Na most ennek a megszűnésé kellett, majdnem azt mondom, hogy nap mint nap bizonyítani, hogy felejtsék el ezt. Hivatalok, minisztériumok, és minden olyan szerv, amelyik az egyházakat, vagy az egyházakkal valamilyen kapcsolatot esetleg alakítva, vagy kölcsönösen kialakított. De ezért nem csoda, hogy gyanakodtak, hogy van egy ilyen arcú állam, és utána megjelenik egy egészen más fajta. Hát ez borzasztó nehezen értették meg. De milyen emberekkel mikor elkezdte, az első lépés nyilván az volt, hogy konzultált velük. Akkor milyen fajta emberekkel találkozott a papok között? Az első... Gyanakvókkal vagy bizakodókkal? Jó, hát én azt mondom, hogy az első 2-3 év az inkább azt mondom, hogy a görcsoldás időszaka volt. Amiben természetesen a gyanakvás talán nagyobb arányban volt, mint a bizalom, vagy a kölcsönös bizalom kialakítása. De amikor érzékelték, hogy mit, miért szeretnénk, hogy közösen tevékeny részesei váljanak közösségeknek, vagy bármilyen társadalmi funkciónak, és ennek a nyomait is érezték, akkor ezek a bizalmatlansági tényezők fokozatosan megszűntek. Nagyon sok úgynevezett együttgondolkodási fórumot csináltunk az ország különböző részében. Ebben én a korábbi tanácsi kapcsolataimat is figyelembe véve, megyei közgyűlések, helyi önkormányzatokkal közösen, ahol leültek a polgármester, a jegyző, a lelkipásztorok, és együtt gondolkodtak arra, hogy milyen közös teendőik lehetnek a település, vagy az egész társadalom számára. Mik voltak az első kívánságok, javaslatok az egyházak részéről, és ezek mennyire voltak egységesek? Tehát volt-e valami, ami úgy kiszakadt belőlük, hogy na most vége a diktatúrának, most akkor mi ezt meg ezt szeretnénk? Hát ugye mit kell bizonyítani ilyenkor? Az, hogy azokat a társadalomba való szerepvállalásokat garantáló törvényeket kell megalkotni, vagy módosítani, amiben egyértelműen megjelenik az, hogy az ő szerepvállalásuk az jogszerű, és mindenki számára elismerté váljon. Ezért a 4-es törvény preambuluma, ami ugye megint csak nagyon fontos, 90. január 24-én a parlament egy tartózkodással elfogadta a már előbb említett 4-es törvényt, majd február 8 és 9-én Kazaroli Bíboros, Németh Miklóssal a parlament kupola alatt aláírta a két állam diplomáciai kapcsolatnak újrafelvételét. Ezek mind olyan garanciák voltak, hogy tulajdonképpen erre lehetett építeni, és erre épül ma is az egész jogalkotás Magyarországon. Ez adta azt, hogy ebbe a preambulumba mit mond ki, milyen szándékot mond ki az akkori parlament, és ez a mai napig is így van benne, hogy szeretné, ha az egyházak megtalálnák a társadalomban való szerepvállalásukat, olyan kihívásoknak tegyenek eleget, ami a hitéleten kívül a kultúra, a szociális, az oktatás, a nevelési, és így tovább kérdésekben találják meg helyüket. Erre kellett építeni utána a további garanciákat mondó törvényeket. Természetesen felmerült az a kérdés,
hogy mindezeket nagyon szívesen meg tudnák oldani, ha ilyen igények jelentkeznek, de miből és hogyan. Akkori politikai akarat az volt, és ez már a rendszerváltás után is így alakult, és a mai napig is így van, hogy tulajdonképpen egy teljes kárpótlásra nem kerülhet sor, hanem csak úgynevezett részleges kártalanításról lehet szólni. Az előbb elmondott feladatok végrehajtása a szükséges feltételek megteremtéséhez, egyben egy 48-as államosítási jogsérelem jogorvoslásával együtt. Ezért a 91. július 22-én megalkotott törvény már tulajdonképpen a preambulumnak ez a szándékát elősegítendő, nem első, talán második lépésként kimondja az, hogy én ezeket nagyon szívesen megteszem, és ehhez kérem az igényeiteket. Az igény pedig abból adódhat, hogy az állampolgár igény hogy alakul. Ez egy rossz államigazgatás szó, de talán így a legegyszerűbb, hogy ennek a törvénynek az alapelve az, hogy egy dialógus alakuljon ki a helyi önkormányzatok, állampolgárok és az egyházak között, mondjuk a szabadiskola választás elve ne sérüljön, ebből adódóan a részvétele mondjuk a közoktatásba, felsőoktatásba vagy bárhol, a munka megosztásba milyen igények merülnek föl. Ez a igényfelmerülésre épült az, hogy ez a törvény tulajdonképpen a funkcionatás elvére építette az egészet. Ha van igény, akkor az egy funkció. A funkció kielégítéséhez pedig kell muníció. Ebből adódóan egyértelmű azt mondta, hogy amennyiben a muníció is megvan, tehát mondjuk a volt ingatlanja, vagy ahelyett egy pénzbeli kártalanítása létesít egy funkciót, mert ez az igény ott felmerül, abban a pillanatban a négyes törvény azt mondja, hogy amennyiben részt vesz ebbe a munka megosztásba, oktatás, kultúra, szociális egészségügy, stb., akkor ugyanazt a működési költséget biztosítja, mint az állam vagy az önkormányzatnak ad a mindenkori költségvetés. Tehát itt mondom, hogy a szektor semleges finanszírozást is garantálja. Ez a 19. paragrafus első bekezdése mondja ezt ki. Tehát tulajdonképpen így lehetett, és ugyanezt az elvet mondja a 32-es törvény, tehát az előbb említett volt egyház ingatlanok tulajdonrendezési szóló 91-es törvény. Megint azt mondja, hogy amennyiben oktatás, kultúra, szociális egészség és a többi igény van, akkor igényelheti azokat az ingatlanokat, amelyeket valamikor elkoboztak tőle, vagy annak ellenértékéből létesítsen a feladat ellátására feltételeket. És már itt több lépésről szó volt, és többféle törvényről próbáljuk ezeket összerakni, rendbe rakni. Ön 89-től 10 éven keresztül kormányokon átívelően vitte ezt a területet. Mik voltak ennek a 10 évnek a fő csomópontjai ebben a folyamatban? Jó, nagyon szívesen, nem biztos, hogy a teljességgel, de azért az indulás, ha jól emlékszem, 88. októberében az alkotmány módosítása, 60. paragrafus, amely kimondja a lelkiismeret és vallásszabadság biztosítását, állam és az egyház szétválasztását. Erre épül 90, illetve 89-ben az Állami Egyházügyi Hivatal július 1-jel való megszűnése, illetve a művelődés miniszter felkérése, hogy valami másra épülő, nem irányító, nem ellenőrző szervezetet, egy koordinatív szervet hozzon létre a párbeszéd fontossága érdekében. Augusztus 17-én elnöki tanács rendelette 89-ben a szerzetes rendek újraindulásának a lehetőségét. Aztán ugye közben indul a négyes törvény alkotása, az előbb említett szentszékkel kötött diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele, a négyes törvény megalkotása, a 91-es, ahogy említettem, a 85-ös oktatási törvény módosítása, amelyik ugye a monopól helyzetet megszünteti és a szabadiskola választás elvét garantálja.
Aztán tulajdonképpen a tábori lelkészség lehetőségeit biztosítja, ugyan a négyes törvény is kimondta, hogy a hadseregben lévők is szabadon gyakorolhatják, de nem a hadseregen belül. Ezt később kellett módosítani, és így a négyes törvény tulajdonképpen úgy módosult, hogy hadseregen belül is lehet hitélet közösségi bármilyen célnak, ha ilyen igény van annak a kielégítését. Aztán lehet tulajdonképpen mondani egészen 97-ig olyan bizonyos módosítások, ami a négyes törvényből adódott, vagy a egyház finanszírozásnak a kialakítása. És azt lehet mondani, hogy 97. december 2-án a parlament életében egyedülállóan se előtte, se azóta a parlament 6 olyan törvényt alkotott meg, ami végül is mondanám azt, hogy ezt a törvényalkotó munkát lezárandó, a legnyitottabb kérdést, az egyház finanszírozásnak a módját, hogy ez ne függőségi viszony legyen, és itt elsősorban a hitélettámogatásnak az állami lehetőségeit mondta ki, erre egy új elvet alakított ki, és egyben módosított még 5 törvényt, és egyben ugyanazon a parlament ülésen a Szentszéke kötött 97. június 20-án megkötött megállapodásnak az úgynevezett törvény szintre emelése is sorra került. Tehát mondanám azt, hogy 7 olyan témában egyszerre látta a parlament, hogy melyek azok a kérdések, amelyikbe fontos rendezni még rendezetlen, apróbb, de az egyházak és a társadalom számára fontos kérdéseket. Ezzel tulajdonképpen akkor lezárta ezt a jogalkotói tevékenységet. 97. december 2-án. Ez 98. január 1-en lépett életbe mindegyik. Bizonyos módosításokra sor került utána, de ezek, mondanám azt, hogy az alapelveket nem változtatta meg. Természetesen a nemzetközi gyakorlatot ismerve sok nemzetközi tapasztalatot is próbáltunk beemelni a magyar törvényalkotásba. Így például ez az úgynevezett szektorsemleges finanszírozás, ezt nekem holland gyakorlatból úgymond vettük át, hiszen ott az oktatási intézményeket az állam ugyanúgy fenntartótól függetlenül finanszírozza. Nem egészen ugyanazzal a szöveggel, de mondjuk az elve az. A 97-es egyházfinanszírozás, azaz a hitélet finanszírozásának az elvét az olasz-spanyol modellből vettük át, megint egy kicsit magyarított változatba. A tulajdonrendezésnél a földgyorsítást is elősegítő úgynevezett járadékrendszer bevezetését, hogyha az egyházak lemondanak végképp az ingatlanjukat, ezt lehet tőkésíteni, és ezt kamattából örökös járadékként szabad felhasználásra tudja maga javára hasznosítani, ezt egy osztrák tapasztalatból sikerült átvenni. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kölcsönösen tudtunk egymásra hatni, hiszen nekem egy nagyon rendszeres jó kapcsolatom volt a volt szocialista országok hasonló szervezeteinek a vezetőivel, de a nyugat-európai, sőt amerikai és itt tovább különböző szervezetekkel is, mert szerettem volna az, hogy mindig kontrolláljam azt, hogy azok az elképzelések, vagy azok a gyakorlatok, azok valóban jók, vagy lehet módosítani, vagy jobbítani. Tehát még egyszer ne kelljen egy olyan kérdésbe belemenni, amit máshol már lehet, hogy levettek a napirendről. Az ön szavaiból azt teszem ki, hogy a állam-egyházak kapcsolatának jogi környezetét jónak, megnyugtatónak tartja. Mostanában azonban gyakran vetődik föl, hogy talán módosítani kéne, vagy fölülvizsgálni kéne a Vatikán és a magyar állam szerződését, módosítani kéne a
egyházfinanszírozásról szóló jogszabályokat, stb. Tehát olyan törekvéseket látok, amelyek azt gondolják, hogy a 97-ben megnyugtatóan lezárult folyamat, ott most már újra kéne gondolni 7 év után. És nem minden jó úgy, ahogy van. Mit gondol erről? Még mielőtt erre válaszolnék, hadd mondjam el, hogy 97. március 2 és 5 között egy nemzetközi konferenciát tartottunk. Többet is, de mondjuk ez volt a leglényegesebb. Magyarországon, ahol meghívtam a világ különböző részéről szakembereket, akik a lelkiismeret és vallásszabadságnak hívei, meghívtam mindazokat a volt szocialista országok hasonló feladatokat ellátó szervezet. Mi voltunk máskülönben elsők ebben az úgynevezett volt szocialista országok közül, ahol kialakult ennek törvényi, illetve gyakorlati. Tehát elég sok tapasztalatra jöttek. Az ENSZ mellett működő lelkiismeret és vallásszabadság világszövetséggel közösen, az Európa Tanáccsal közösen, és a Parlament Emberjogi Bizottságával közösen egy nemzetközi konferenciának az volt a lényege, hogy mérettessük meg magunkat, hogy az addigi 7 év tapasztalatai az jó úton haladt, vagy nem jó alapján. Tehát ne csak mi mondjuk, hogy ez jó út, hanem ütköztessük. Nagyon érdekes volt, hogy minden ráhatás és előzetes beszélgetés nélkül kialakult az, hogy talán épp a lengyel kollega mondta, hogy ez egy olyan speciális magyar modell, amit érdemes lenne sok szempontból nemzetközi hírré is tenni. Egyetlen egy ponton voltunk idézőjebben sárosak, nem csak mi, de mi úgy éreztük. Tehát jónak találtatott a rendszer egy pont kivételével, amit, ahogy az előbb említettem, december másodikán kiküszöböltünk, hogy az egyházak hitéleti támogatása az egy alkupozícióra épült. Tehát megint visszatérek a 4-es törvény 19. paragrafus második bekezdése, az azt mondja ki, hogy az egyházak hitéleti támogatását a mindenkori parlament évente dönti el. Ez egy függőségi viszony. Ez egy alkú, az azt jelenti, hogy nem tisztességes, nem jó. Ezt a függőségi viszonyt meg kell szüntetni, és a mindenkori hatalomtól függetlenné kell tenni. Ezért emeltük be az olasz és a spanyol modellt. Ez az úgynevezett személyi jövedelem az 1%-ának az állampolgárok által való úgymond döntési hovatartozást vagy szimpátiát jelenti döntésének függvényében. Még annyit talán hozzá, hogy annyira jónak találták tulajdonképpen ennek a megbeszélésnek a lényegét, hogy saját maguk kérték, hogy egy budapesti nyilatkozatot adjunk ki, és juttassuk el a világ minden tájára. Göncz Árpád államelnök úr kísérő levelével eljutott mind a 45 vagy 46 Európa Tanács államelnökéhez is. A világszervezet úgy döntött, hogy 4 nyelven lefordítja ennek az egésznek az anyagát, nem csak a budapesti ajánlás 15 pontját, hanem az egésznek az anyagát, és eljutatta a világ minden országába. Sajnos, akik ezeket feszegetik, a nagy részt nem ismerik az alapelveket. És sokszor mosolygok, amikor olvasok, nem ismerik az alapelveket, és ezért olyan kérdésekbe tesznek fel, amiben egyszerűen úgy érzékelem, hogy fogalma sincs, hogy milyen alapelve épül, és ez megmérettetett, jónak találtatott, tehát akkor miért kell megváltoztatni, miért kell visszamennünk 100 évvel? Egy olyan rendszerbe, ahol megkülönböztették az egyházakat és az egyházakat, mert végül is az 1895-ös törvény a szabad vallásgyakorlás égisze alatt azért megtartotta az államnak a főkegyőri jogot, tehát a püspökök kinevezése előtti egyetértési jogot, vagy véleményezési jogot, megkülönböztette az egyházat és az egyházat felekezetét. Tehát az úgynevezett, mondanám azt, hogy a 40 évben jobban ismert acéli 3T-t érvényesítette, a támogatotta, a tűrt és a tiltotta, kategorizálta a Magyarországon vagy a Habsburg monarchiába az egyházakat. Ezt újra visszahozni
az azt jelenti, hogy az egész dől. Az alaptól kezdve minden dől, és mindent újra kell építeni. Mindent lehet finomítani. Természetesen a négyes törvény, mondjuk a bírósági bejegyzés mechanizmusát lehet finomítani, hogy lehetőleg minél kevesebb kókler kerüljön bele, vagy élhessen egy egyház alapítással kapcsolatos jogosítvánnyal. Erre is megvolt a javaslatunk, sajnos a következő kormányok ezekkel nem éltek. Az elmúlt 15 évben végig kísérhette figyelemmel az egyházak életét. Milyen benyomásai vannak? Hogyan változott a vallásosság Magyarországon? 1992-ben a Parlament Emberjogi Kisebbségi Vallásügyi Bizottságától kaptunk egy feladatot, hogy egy szociológiai felmérést, széleskörű szociológiai felmérést végezzünk erről a kérdésről. Elsősorban azért, hogy a hitélet támogatásának esetleg alapjául lehetne szolgálni az arányokat. Ugye az egyik alapkérdés, hogy vallásos-e vagy nem, és ha igen, akkor melyik egyházhoz kötődik. Itt elsősorban a négy volt, illetve egyéb. És akkor ennek is kategóriája volt, hogy a maga módján, rendszeres vagy a maga módján. De lehet, hogy volt még egy harmadik kategória. Körülbelül a rendszeresség az egy olyan, azt lehetett mondani, hogy olyan 20% lehet. A maga módján az körülbelül 60%. Most 92-t írunk, ez tehát egy rendszerváltás után. Érdemes lenne ma is ezeket megcsinálni. Majd mondom még, hogy milyen elemei voltak, ami nagyon érdekes, és miért használtuk mi ezeket, vagy miért volt fontos számunkra a kérdéseknek a köre. Ha valaki ma megnézné, lehet, hogy nem találna nagyobb változást. A maga módján sem, vagy a rendszeres vallásosság. Lehet, hogy néhány százalék. De azt hiszem, hogy talán ez a 20-60% kezdődik. De nyilván az elején volt egy reneszánsz, egy felszabadulás, hogy újra lehet akkor. Igen. Rengeteg felnőtt keresztelés volt, rengeteg felnőtt bérmálás volt, rengeteg, és itt tovább konfirmáció. Tehát nagyon sokan ez a szabadság élésének a lehetőségeit felhasználták. Ma ezek természetesen már mondanám azt, hogy nem tudom, de talán azt mondom, hogy elenyészőek. Ha csak nem a maga módjából valaki úgy gondolta, hogy valahol még. Tehát a maga módjánál inkább arra kell gondolni, hogy az egyház szolgáltatásait lehet, hogy keresztelésnél, lehet, hogy talán csak temetésnél, vagy valahol használja, de igazán nem az a fajta hívő, aki rendszeresen gyakorolja a hitét. Nagyon sok érdekes kérdést is tett fel, és ezeknek az arányai nagyon érdekesek. Számunkra azért volt fontos. Például azt mondja, hogy az egyházaknak milyen szerepet szán mondjuk a tolerancia hirdetésébe. 70% volt. Milyen szerepet szán a szociális gondoskodásba? Szociális karitat 71% volt. Milyen szerepet szán a kulturális hagyományok ápolásába? 51% volt. Milyen szerepet szán a közoktatásba? Ott 40-valamennyi százalék. Holott 70 volt. Az állam támogassa-e, vagy ne támogassa? Szintén mondanám azt, hogy több mint 50%-a. Nagyon sokat jelent az, hogy az egyházi személyek, tehát a közösségeket közvetlen összefogó személyek mennyire tudnak hitelesek lenni és vonzók lenni. Mit gondol a vallások jövőjéről? Azt hiszem, hogy a vallások jövője az sokban meghatározza valóban az, hogy az emberek milyen bizalommal vannak az őket közvetlen, vagy ő hozzájuk, vagy számukra szimpatikus. Mindegy, hogy keleti misztikum, vagy éppen a katolicizmus, vagy a protestantizmushoz való, vagy éppen a hinduizmushoz kötődő dolog, hogy ezeket ő milyen értéknek tekinti saját maga számára,
és ez a közösségbe való tartozás, a közösség iránti igényt, ez elégíti ki, mert végül is minden ember egy közösségi lény, és valamilyen közösségbe tudna igazán megnyilatkozni a családon kívül, hogy ezt valóban tényleg megtalálja, abból adódóan én azt hiszem, hogy kell, hogy legyen jövője, de nagyon fontos a fogadó félnek a mindenkori habitusa, kommunikációja, személyisége. Rengeteg olyan településen jártam, ahol a lelkipásztort tényleg a szószoros értelemben szeretik. Mondanám azt, hogy imádják, de talán ez... Itt fiataloktól kezdve itt nincs kor. És természetesen van, ahol a lelkipásztort nem szeretik. Ilyen egyszerű ez. Pedig, és ettől eldől az, hogy végül is a vallásosság és maga a vallás, bármilyen valláshoz kötődés, itt elsősorban a világvallások, gondolok, ez Európában és Magyarországon is milyen tért kap. Én kezdeményeztem korábban, megint csak talán a 90-es években, amikor a hitoktatási vita volt, hogy jó lenne, hogyha a világvallások megismertetését még mielőtt eldöntené, hogy akar-e valamelyik valláshoz kötődni, ezt beiktatnák a fakultációs tárgyak közé, a gyakorlati fakultatív tárgyak közé, hiszen 40 év kimaradt. Hát honnan, ez a műveltségének kell, hogy része legyen, hogy tudja, mi az, hogy buddhizmus, mi az, hogy hinduizmus. És a Krisna tudatú hívők Magyarország megjelenéshez hova tartozik? Hány ezer éves vallásnak Magyarország megjelenése? Vagy a buddhizmusnak miért van annyiféle ága? És ezek miért érdekesek X számára, vagy Y számára? És így tovább. A protestantizmusnak miért van annyiféle ága, mint amennyi Magyarországon és a világon? Miből eredtek ezek? Miért osztódással szaporodtak? Mitől arat? Mindig egy személyhez kötődik. És ezek a személyek, ezek számára szimpatikusak, vagy nem szimpatikusak. És akkor el tudja dönteni, hogy ő melyik közösségnek a habitusa, történetisége és megjelenési formája számára a legszimpatikusabb. De ahhoz ezt a fajta műveltséget, ezt a tudást, ezt nem szabad kihagyni, mert akkor valahogy egy fél embert adunk a jövő nemzedéknek. Márpedig megjelenik, bárhova megy Európába. Honnan tudja például az, hogy a muszlimoknak a különböző megjelenése Európába, az hol, milyen és itt a formában jelenik meg, és kik azok a muszlimok? Mi az, hogy síták, szumiták és itt tovább? Most érdekes, hogy sehol igazán ezt nem tanítják, van, ahol foglalkoznak vele, de inkább elenyésző módon. Pedig én azt mondom, hogy ez hozzátartozna történelmi tudásunkhoz, tudáshoz, és ahhoz, hogy valóban plána ő még az a maga módján, vagy még ott sincs, akkor azt mondja, hogy számomra ez a legszimpatikusabb és ahhoz kötődőbb. Lehet, hogy akkor dől el igazán az, hogy a különböző vallásosság, a hovatartozás, ez milyen mély egy emberben, mennyire fontos, és ez esetleg visszahat az ő család életére, és így tovább. Mert végül is azt hiszem, hogy sokat jelenthetne az, hogy a társadalom legkisebb sejtjébe is, mondjuk egy közösség ne a szétesés gondolatával, hanem az összetartozásnak a lényeges elemei. Valami más is esetleg még hozzáteszi, hogy igen, ez egy becsületbeli dolog. Ha egyszer kimondtam az igent, akkor még egyszer nem csinálok a számból valamit. Tehát mondanám azt, hogy a hűség és a szeretet, de hát ezek majdnem most hozzátartoznak ehhez. És ezek ezen a csatornán is megkaphatja. Bárhol megkaphatja, de a lényeg az, hogy érezze az, hogy ő vele nem játszani akarnak, hanem őt valóban egy egyéniségnek, egy embernek, és a gerincét nem megtörni, hanem a gerincét kiegyenlíteni akar. És ez lehet vallás, lehet állam, lehet egyház, bárki. A lényeg az, hogy az ember, az egyén, az mindig ott legyen a központban. Az, aki hivatott arra, hogy az emberekkel foglalkozzon.